is vagyunk, Sándorral folytatjuk, Németország, egy-két információt már kaptunk, köszönjük szépen, de akkor folytatnánk a beszélgetést. Ahogy említetted, nemrég voltál otthon Magyarországon. Mesélnél erről nekünk elsősorban, mert sok mindenkit ugye érdekel, hogy autóval hazamenni, repülővel hazamenni, hogy mégis hogy alakul ugye a jelenlegi helyzet miatt, hogy hogy lehet hazajutni? Hát ugye beszéltem az elején arról, hogy közel van Németország, és nagyon sokan ezért választják. És ez a Brexit után még inkább felértékeli Németországot, zárója bezárva. Hát hogy lehet hazajutni? Autóval, repülővel, gyalog, biciklivel, hajóval, kinek mihez van éppen kedve, de nyilván itt elsősorban autóval, repülővel és vonattal, illetve busszal, illetve telekocsival, vagy stoppal. Én mindegyiket kipróbáltam. Na, ezek külön részt megérdemelnek majd mindenképpen. Hát, ami az autót illeti, én úgy választottam autót annak idején, hogy kombiautó, dízel, sok lóerő, elférünk benne sokan, és sok tudsz elférjen benne. Én nekem már az életem első autóvásárlása is ilyen szempontok alapján ment. Akkoriban még nem telekocsiztam, ez 14-ben változott meg, és 6 éve telekocsizok, de nem főállásban, hanem amikor ugye hazautazom, mert ugye 10-től 18-ig egyetemre jártam, és egyetemi konzultációkra hazamenni akkor az autó volt a legjobb megoldás, mert ha utasokat vittem, ugye a úti költségbe is lehetett rengeteget spórolni, konkrétan egy új autó árát spóroltam meg ezzel 6 év alatt, kiszámoltam egyszer így Excelbe. Mert hát ugye a repülőgép, vagy a légi közlekedés, itt volt valamelyik másik podcastben, hogy a Vizer lesz a köldögzsinór, vagy hogy az-e, vagy sem. Szerintem ebben sok igazság van, mert a fapados repülőjáratokról bizonyára sokan ejtettek, sokat beszéltek már. Németország szempontjából az utóbbi 3-4 évben lett olyan a légi közlekedés Magyarország és Németország között, hogy gyakorlatilag már nem csak Budapestről, hanem már Debrecenből is el lehet érni német városokat közvetlen járattal. Arról nem is beszélve, hogy ugye a fapadosok az áraik. A fapadosokat általában az áraikért, a jegyáraikért szeretjük, és nem a földi, vagy nem a kiszolgálásért, meg a egyebekért, meg nem a repülés élmény értéke a fontos, hanem az, hogy van. És meg tudom azt csinálni, hogy mondjuk fölkelek Kelet-Magyarországon, Püspökladányba éjjel 3 órakor az ágyból, megiszom a kávémat, megreggelizek, majd átmegyek Debrecenbe, vagy épp Budapestre, attól függ. Ha Debrecenbe megyek, akkor elég fölkelnem 5 órakor. 6 órakor Debrecenbe, vagy fél hétkor Debrecenbe vagyok, 7 óra 10 perckor emeli az orrát a gép, 9 órakor leszáll Dortmundban, én kiszállok, és 10 órakor már a munkahelyemen ülök és dolgozom. Azért ez egy olyan logisztikai megoldás, aminél jobbat, meg olcsóbbat egyelőre nem találtak ki. Sajnos ez a viszonylag most a járvány miatt megszűnt, de szerintem ebben az egy mondatban, amit az előbb elmondtam, benne van az, hogy a legjobb még erre a kis távolságra is repülőgéppel utazni, egész egyszerűen az idő miatt. Mert igaz, hogy Münchenből autóval 6-7-8 óra alatt haza lehet menni, mert nincsenek nagy távolságok, de a forgalom ezzel együtt olyan nagy, hiába van közel, az a 7-8 óra nettó vezetés az igazából 12, ha beleszámoljuk a dugókat, a határzárat, hogyha van, ugye, mert mostanában az is, meg bármi, ami közbe jöhet a utazás közben. Általában nekem az a tapasztalatom, hogy egy teljes nap kell, ha autóval hazautazik az ember, és egy másik teljes nap, hogyha visszajön. Például most vagyok itt a holland határ mellett, Ródvidéken, oda például már nem elég egy nap. Ha nincs, aki leváltson vezetés szempontjából, akkor nem fér egy napba bele a hazautat, hanem vagy Budapesten, vagy valahol meg kell szakítani, aludni kell, vagy meg kell állni 2 óra, és így. De ugye másnap az ember az mosodszar, szóval másnap nem tud csinálni semmit, mert azért 15-6 óra vezetés az azért igénybe veszi az ember. Nem is csinálom szívesen már. Korábban havi szinten megcsináltam oda-vissza autóval, de 3 éve megjöttek ezek a repülő viszonylatok, amit az előbb is elmondtam, és az annál egyszerűbb és gyorsabb és praktikusabb megoldás az utazásról nincsen. A vonat is jó, de a vonat az a legdrágább ebbe a sztoriba. Időben nem tud jobbat, mint az autó, viszont a repülőnél meg többe kerül, úgyhogy ezt csak annak ajánlom, aki szeret vonatozni, és szeret egész nap kibámulni az ablakon, már amit a vonat ablakából lehet látni. Költség szempontjából a repülő az jobb, és itt nem csak a fapadosok miatt jobb, hanem még a Lufthansa is jobb sokszor. Nyilván ott is vannak akciók, hogy vonatjegyeket meg lehet venni előre, ugyanúgy, mint a repülőjegyek kedvezményes áron, de az ugyanúgy egy nap, vagy egy nap, még ha csak Münchenbe megy ki az ember, az is egy ilyen 3-4 óra, vagy az is fél nap utazás szempontjából. És most repülővel vagy autóval voltál otthon? Most autóval voltam otthon egész egyszerűen azért, mert az autónak az éves szervizét bonyolítottam otthon, kímélendő a pénztárcámat. Mert ugye arról is külön adásban lehetne beszélni, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak, ha mondjuk autót üzemeltet az ember itt külföldön. Én, mint sok minden más, itt is a külföld és a hazai viszonyok pozitív tulajdonságait kombinálom. Én például olcsó megveszem itt kint az alkatrészt, hazaviszem, és ott olcsón beépítettem az autóba. És nem fordítva. Ugye? Bár nyilván előfordul az emberrel, hogy itt kell szervizbe vigye az autót, és itt kell megcsináltatni, de ha egy mód van rá, én otthon szoktam javítatni az autót. És ezen a példán keresztül nagyon jól látszik, hogy ez az otthon és ez a kint, ez igazából nem annyira választható már széjjel, mint mondjuk a szüleink fejében, a vasfüggöny idejében ez volt. Szóval ez igazából az Európai Unión belül egy térségnek számít. A világ szempontjából meg abszolút egy térség is. Most az, hogy országonként eltérőek a viszonyok, az elmúlt 15 év vagy 16 éve vagyunk Európai Uniós tagok. Van különbség, most is jelentős, de ez a különbség ez folyamatosan csökken. Túlépésen. Gyakorlatilag. Ezt meg lehet nézni a magyarországi autópályakilométereken, hány kilométer autópálya van most és mennyi volt 15 éve. Meg lehet nézni az emberek átlagkeresetében, amit ugye nyilván a munkaerő elvándorlás okozott, és nem az a jólét, amit az Európai Uniós tagság, meg a 7 éves költségvetés, meg a kohéziós alap számukra nyújtott. Ezen kívül számos olyan lehetőség van, ennek a két laki életnek, és nem kell, az én oldalamról is ez túlmutat a közlekedésen, meg az életvitelen. Ez nem egy vagy-vagy kérdés nálam, ez egy és-és kérdés. Most külföld vagy otthon. Ha haza tudok 3 óra alatt menni repülővel, akkor igazából, ha most Debrecenből valaki elindul vonattal, az is 2-3 óra alatt ér Budapesten. És akkor nem mindegy, hogy az ember Budapesten, vagy Győrben, vagy esetleg mondjuk egy nyugat-európai országban, arabszúdum Németországban dolgozik. Teszem fel a kérdést. Igen. Tehát ez egy elgondolkodtató ilyen szempontból, amúgy én is nagyon hasonlóan gondolkozom így. Mi volt a határon? Tehát tudsz erről mesélni? Autóval hazamentél? Tehát volt-e valami, ami így... Nem, semmi. Június 15-én bejelentette Szijjártó Péter az egyik legautentikusabb felületen, méghozzá a saját Facebook oldalán, hogy hát megállapodtak a visegrádi 4-ek, plusz Németország, plusz Ausztria, hogy nyitják a határt, és nem kell se karanténba menni, se ellenőrzés nincsen, se dugó nincsen, se korridor, semmi olyasmi nincs, ami a tavaszon 2,5-3 hónapon keresztül volt, hogy csak úgy lehetett volna hazautazni, hogy vagy itt ülök kint 2 hetet karanténba, vagy otthon ülök 2 hetet karanténba. Szóval június 15-én ezt teljes egészében feloldották, és ez jelen pillanatban is érvényben van. Az európai országok különböző színekkel jelölik most a operatív törzsnél. Szerencsére Németország és egy-két balkáni ország, Svédország és Nagy-Britannia igen, jelenleg még sárga, de a kontinentális Európa túlnyomó rész zöld, ahol Olaszország is. Úgyhogy most lehet éppen mozogni, de azt láthatjuk, hogy mindenki már a második hullámról beszél, már 2 hónapja, aztán ilyen sporadikusan itt-ott vannak fertőzések, egy húsüzem, egy idős otthon, egy kórház, stb. De ugyanaz a zárlat szerintem nem lesz már, mint ami volt, mert így is földbe állt a gazdaság, hát még úgy. Úgyhogy szerintem már nem lesz olyan fajta lezárás, mint ami volt a tavaszon, hanem ilyen területi, regionális lezárások lehetnek. És ugye már Németországon belül is tartományonként eltér. Szóval, ha én most a határon megjelennek és megkérdik tőlem, hogy honnan jövök Németországból, hát az Németország elég nagy, most az lehet bármi, ugye? Hanem azt meg kell mondani, hogy melyik tartományból, és tartomány szinten tudjuk azt, hogy hol milyen a helyzet. És ennek a függvénye az, hogy adnak-e karanténpapírt a határon, vagy sem. Ugyanez a légi közlekedésre is igaz. Most egyébként jövő héten szombaton repülök haza. Még nem repültem, mióta ez a műtős fiúnak öltözött utasok ülnek a repülőn, mert én is az leszek. Ugye maszkot, kesztyűt kell hordani, és hát a levegő minősége egy műtőjével ér föl. Ugye a fertőzésnek így a legkisebb esélye sincs. De hát a légitársaság is bele voltak állva a földbe 3 hónapig, úgyhogy nekik még ez mindig jobb, meg nekünk is, mint hogy nem lehet utazni. Mert február végétől június 15-ig praktikusan nem lehetett utazni haza vagy vissza. De ez Európán belül ez most fel lett oldva, de például Amerikában nem lehet beutazni karantén nélkül, és így tovább. Most konkrétan nem tudom, hogy hova, hogy áll ez az egész helyzet most aktuálisan, de az biztos, hogy itt Európán belül egyelőre működik. Gyakorlatilag minden úgy működik szinte, mint a járvány előtt. Annyi a különbség, hogy maszkot kell hordani, meg az egyéni felelőssége helyezik inkább a hangsúlyt. És ami érdekel, mert nagyon sok országban az történt, hogy ilyen hirtelen felvásárlás volt. Te ezt érzékelted így a vírus elején? Igen, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én WC papírt mindig egy évre előre meg szoktam venni januárban, és én bespejzoltam belőle, mert ugyanezt február közepén már nem léphettem meg, és ez március, vagyis április végéig az így is maradt. Volt az elején egy nagyon gyors felvásárlási hullám, de nem úgy, mint mondjuk egy Black Friday alkalmával, hanem bizonyos dolgokból hiánycikk alakult ki, meg úgy. Volt nekem is 2 olyan hónap, hogy a szállásomtól kb. 1 kilométerre lévő Aldiig mentem el, ott pedig nagyon komoly 2 méteres távolságtartás, ott is mindenki műtős fiúnak öltözött, és úgy vásároltunk be. És ez így egyik napról a másikra így ezt bevezették, és akkor én nem mozdultam el azon az 1 kilométer, plusz a munkahelyre bejárás, de ott el voltunk szeparálva, hogy nem érintkezhettünk igazából senkivel. Így a fertőzésnek is a legkisebb esélye sem volt. Én meghúztam, én nem betegedtem meg, és a közvetlen környezetemben nem tudok senkiről sem, aki elkapta. Viszont itt, ahol lakom, itt a faluba több olyan háztartást is tudtam, ahol ki volt téve a karanténpapír az ajtóra vagy a kapura, és jöttek őket ellenőrizni. Hol rendőrök, hol katonák, hol vadakat terelő vadászok. Szóval itt elég komolyan lett véve ez a dolog. De ahogy így a szomszédokat kérdeztem, már 2-vel arrébb lakó szomszéd ismert olyat, aki a 2 utcával arrébb fertőzött volt, és 2 hétig be volt zárva. Már be is tudnám ezt a házat azonosítani, meg még ezen kívül 2-t, de így ezen túlmenően az általános kép reggelente az volt, hogy beültem az autómba, és mondjuk 7 óra 40 perckor ugyanannál a zebránál, ugyanazzal az öreg bácsival találkoztam, aki ugyanazt a kutyáját ugyanazon a járdakockán tartotta minden egyes nap, és már negyedik nap integettem neki, ő meg visszaintegetett a botjával, és egyszer találkoztunk később sokkal, és kérdezte, hogy én egészségügyben dolgozom, vagy látta, hogy megyek dolgozni, mert mindenki otthon ült és nézett ki az ablakon, hogy most akkor mi van, mert ugye karantén volt. Mondom, nem, hát a építkezésen vagyok. Nem mondom meg melyik cégnél, de egy építkezésen voltam, és ilyen gyárat építettünk, és annak a konténer városába. Hát akkor az alatt a 2 hónap alatt ritkaság számba ment az, hogy valaki reggel sietve a munkahelyére. Tehát ez annyira furcsa volt, hogy reggel nem volt dugó munkában. 4-5 autó lézengett az úton, mint egy kellemes délután. És mindenki otthon ki volt a kertbe, vagy füvet nyírt, vagy próbálta valahogy eltölteni az időt, és ilyen rosszalló pillantásokat vetettek az emberre, aki mondjuk be tudott menni dolgozni. Igen, nem szórakozni mentél. Hát igen. A végén már én éreztem rosszul magam, hogy basszus, hát én ebből kimaradtam. Úgyhogy mondom, a munkatársaim nagy része egyébként home office-ba kényszerült, meg harcolt ugye a gyereknevelés és távoktatás nehézségével. Nekem ezek kimaradtak. Mi volt a kérdés már? Azt megválaszoltad, köszönöm szépen, ugye, hogy akkor most voltál otthon, mész majd haza, tehát van ugye tervben, hogy akkor hazamész, meg hát ugye tulajdonképpen így a tapasztalataira voltam kíváncsi, hogy most akkor milyen volt. Viszont nekem lenne egy érdekes kérdésem. Igaz, hogy azért Magyarország elég jó helyen áll olyan szempontból, hogy gyorsan haza lehet jutni, de tudsz-e olyan dolgot mondani, ami a családon kívül, hogyha úgy van, barátokon kívül, ami hiányzik Magyarországról, itt bármiről lehet szó? Hát a konyha. A magyar ízek azok hiányoznak. Mert azt az ételt, azt az ízvilágot, amit az ember, amiben az ember felnő, és megszok, és természetesnek vesz, hát az hiányzik. De egy ideig volt honvágyam is. De az ember minél tovább van kint külföldön, az annál kevésbé, mondjuk nálam konkrétan ez annál kevésbé jelent meg. Meg így, hogy az ember haza tud menni pillanatok alatt, így nem szeparálódik annyira el az otthoni dolgoktól, mint mondjuk tenné ezt Amerikában, vagy nem tudom nálatok ott mi a helyzet ebből a szempontból. Hát sok minden hiányzik, sok minden nem hiányzik, de, mint az előbb is mondtam az autóalkatrészes példával, én próbálom a legjobbat kihozni. Ebből is, abból is. És ez a 2 kombó, ez nagyon jó. Ez jobb, mint hogyha az ember otthon marad Magyarországon, ez jobb, mint hogyha elvág minden kapcsolatot, és csak idekint van. Igazából a 2-t együtt jól csinálni is. Ha az ember ezt így műveli, akkor kevesebb dolog hiányzik, mint ami nem hiányzik. Ebből a szempontból a távolság az ugye ennek kedvez nagyon. Igen, abszolút. Abszolút. És mi lenne az a 3 dolog, amire azt tudnád mondani, hogy nagyon szereted Németországba? Mondom, itt is bármiről lehet szó, tehát akár az embereknek a mentalitása, bármi. Munkakultúra az egyik. Ez nagyon hiányzik. Nem csak tőlünk, Kelet-Európában mindenhol. Például az nagyon tetszik, hogy nyitottak az új dolgokra. És a változás, úgy mondjam, a kor ütőerén tartják a kezüket. Legyen szó technológiai fejlődésről, legyen szó szociális megoldásokról. Emberileg, mint ahogy minden népnek van saját lelke, van a németnek is. Na, az a része például nem hiányzik. Szóval én megértem, hogy ők miért olyanok, amilyenek, megértem azt is, miért reagálnak úgy bizonyos dolgokra, ahogy reagálnak, és nem értik azt, hogy én arra pont ellenkezőképpen reagálok, de ők is legyintenek, hogy ez csak egy kelet-európai. mit tud ez arról. És én is azt mondom, hát ez csak egy német, mit tud arról, hogy nálunk. Szóval, de az a nyitottság és az a megbecsülés, amit én például itt megkaptam, hasonlót én nem kaptam otthon soha. Furcsa ezt mondani, de itt emberszámba veszik az, még a legutolsó WC pucolót. Nem, hogy mondjam, és ez nem csak azon jelenik meg, hogy az ember többet keres, hanem ha az ember a kommunikációt kellő mélységgel műveli, akkor általánosságban azt tudom mondani, hogy a németek hozzáállása sokkal jobb a idézőjelbe véve külföldi vendégmunkásokhoz, mint mondjuk nekünk Magyarországon, akár egy román, akár egy ukrán vendégmunkás. Ez például nagyon szeretem a németekben, mert ők már hosszú generációk óta arra vannak szocializálva, hogy munkaerőhiány van, és kell az ember, és míg Magyarországon, meg Kelet-Európában a vérségi, meg személyes kapcsolatok nyomnak többet alatban, addig idekint csak a természet, addig idekint inkább, itt is vannak személyes kapcsolatok nyilvánvaló módon, de inkább a teljesítmény az, ami többet nyom alatban. És a teljesítményt azt megbecsüljük. Ha teljesítmény van, akkor minden van. Ha nincs, akkor lehet menni haza. Ez a hozzáállás. Utolsó kérdésem lenne ennél a résznél összegezve. Szerint egy jó választás Németország, hogyha valaki esetleg neki akarna indulni, vagy a te tapasztalataidból mit tudnál mondani egy jó választása? Én Y generációs vagyok, magyarul 82 és 95 között születtem. Nekem azért az életszínvonal ér, amit a szüleim abban a korban, amiben én most vagyok, már birtokoltak. Nekem ugyanazért ki kell jönni Németországba, és itt kell dolgozni. Mert csak itt fizetik azt ki, meg itt tudom magam, itt tudom ugyanazt produkálni, mint ugyan idős koromban a szüleim produkáltak. Ez ilyen egyszerű. Mert mi oda születtünk, ahova kell, Közép-Kelet-Európába, és erről nem a kormány tehet, erről nem a rendszer tehet, ez 500 éves történet, hogy miért van. Miért ér a munkaerőnk harmad annyit, meg fele annyit? Volt idő, mikor negyed-ötöd annyit, mint idekint nyugaton. Nem csak Németország, franciák, angolok, stb. Ugyanez. Én azt tudom mondani, hogy a saját generációm nevében tudok erről beszélni, hogy nekünk ugye a mi szüleinknek, most nem a városkodásként mondom, hanem történelmi tényként, mi szüleinknek történelemből csak egy rendszerváltás jutott. Nekünk ezzel szemben jutott egy Európai Uniós csatlakozás, nekünk jutott egy 2008-as válság, és jutott most a koronavírus. Ilyen körülmények között én azt tudom mondani, hogy aki az életet komolyan veszi, és akar legalább olyan színvonalon élni, mint a szülei élt abban a korban annak megfelelően, annak azt tudom javasolni, hogy jöjjön ki külföldre minél hamarabb az iskola elvégzése után. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon őszinte volt, és igen. Mert még egy becsúszó szereléssel jöhetnék. Nagyon egyszerűen azért, mert ugye 15 éve vagyunk Európai Uniós tagok. Magyarország ez alatt a 15 év alatt 3 Marshall segélynek megfelelő pénzt kapott az Európai Uniótól, ami meg is látszik az autópályák formájában, meg bizonyos személyeknek a bankszámláján. De az általános élet, meg a Magyarország egy olyan társadalom, ahol a szociális háló, a társadalmi közbizalom, meg úgy az egyszerű hétköznapi élet is összeomlóban van. Nem úgy, mint mondjuk Ukrajnába, nem úgy, mint Romániába, mert azok sokkal rosszabb helyek, pontosabban sokkal kontrasztosabb helyek. Mi nagyjából a lengyelekkel, meg a csehekkel vagyunk azon a szinten ebből a szempontból. Viszont azt látom, hogy ha valaki ma házat akar venni, és vidéken néz, mert ott olcsó, és ki akarja a csokot használni, ami 10 millió forint, és akkor az gyerek is kell, ugye, feleség, minden. Akkor azt látja, hogy 10 millió forintért egy olyan házat, egy olyan kádárkockát tud megvásárolni vidéki szinten, vagy egy olyan panellakást. Sem tud már, mert a panelok is dupla annyiba kerülnek, mint 6 évvel ezelőtt. Amihez nem nyúltak 30 éve, vagy 25 éve. És ha most 15 millióért, vagy 20 ér hozzájut egy ilyen ingatlanhoz telekkel, akkor még kb. Ennyit rá kell borítani ahhoz, hogy az úgy nézzen ki, hogy lakható is legyen, meg ott gyereket nevelni, és a többi lehessen. És itt rengeteg minden hiányzik Magyarországon, ami én például azt se igazán értem, hogy a szüleim hogy tudtak akkor építkezni, meg hogy tudták az életüket elkezdeni 21-23 évesen. Akkor én 21-23 évesen világomat nem tudtam. És ami most van, az is csak azért van, mert kijöttem Németországba. Azt szoktam mondani, hogy 10 emberből ma Magyarországon, vagy 10 fiatalból 3-nak van esélye. De nekik is csak azért, mert a szüleiknek is volt esélye. Ők nyertesei voltak az úgynevezett rendszerváltozásnak, míg a többiek nem. Úgyhogy elnézést, hogy kicsit depresszív voltam, de én a saját tapasztalataim alapján, meg jó tanácsként, praktikus tanácsként ennyit tudok a témáról. A csatorna erről szól, saját tapasztalatok, saját vélemények, és ugye segíteni azoknak az embereknek, akik esetleg most gondolkodnak, ha már ugye majd már lehet is majd akár a világ más pontjára is utazni, vagy akár ugye most döntik el, de még rengeteg téma van, sőt ugye a témákat majd szeretnénk hosszabban kibontani egy-egy beszélgetés során. Nagyon szépen köszöntöm akkor ezt is, és akkor hamarosan folytatjuk. Szia, szia! Hello!